Nagy volt a forgalom az üzemanyagtöltő állomásokon hétfő délután. Többen voltak, akik direkt erre a napra hagyták a tankolást, hiszen Magyarország kormánya november 15-ével befagyasztotta az üzemanyagárakat. Így a következő három hónapban maximum 480 forintért juthatunk hozzá a 95-ös benzin és a gázolaj literéhez. Bár átlagosan 30 forinttal csökkent az üzemanyag, ez mégis megosztja az embereket. Kettős érzéseim vannak. Mint felhasználó nyilván örülök neki, de hogyha nézem a benzinkút szolgáltatókat, akkor viszont sajnálom őket. Akadt azonban olyan is, aki attól tart, hogy három hónap múlva ennek köszönhetően még nagyobb lesz az üzemanyagára. Ezt csak három hónapig fogják korlátozni, tehát utána valószínűleg ismét drasztikusan fognak emelkedni az árak. Sőt, szerintem ezt be is fogják hajtani ezt a három hónapot, tehát valószínűleg bőven 500 fölött, lehet még a 600-at is el fogja érni. Úgyhogy hát oda kell figyelni. Tehát most én is azért odafigyelek majd, hogy ahova tehetem, akkor nem megyek autóval, inkább megoldom gyalog. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének szóvivője úgy nyilatkozott, az árufuvarozásban vagy a személyszállításban dolgozók számára ez az intézkedés nem egyértelműen pozitív. Összességében azt kell mondanunk, hogy a költségek ebben az egész évben történt elszabadulását valamelyest minimálisan ezt kompenzálja, de igazából a fuvarozás költségeit, a fuvarozásra rakódó költségeket összességében nem tudta pozitívan befolyásolni. A szóvivő szerint emellett az intézkedés mellett is kénytelenek a fuvarozók megemelni a szállítási díjakat. Fischer Sándor, a Tolnamegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy nyilatkozott, bár most jól jön, hogy három hónapra befagyasztotta a magyar kormány az üzemanyagárakat, de a világgazdaság azt mutatja, hogy a közeljövőben sem várható, hogy olcsóbban jutnánk hozzá az üzemanyagokhoz. Sajnos én úgy látom, hogy egyelőre nincs arra tendencia, hogy lefelé mennének az üzemanyagárak. Ugye ez néhány ország, aki beszállító, az dönti el, hogy mekkora lesz az üzemanyag ára. Azonban az autósok Magyarország kormányának köszönhetően február 15-ig még biztosan örülhetnek az árcsökkenésnek.